forget. I wanna know who you are. This world I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle. Na, hello, szevasztok! Na! Mai nap open zone van, úgyhogy aki akar jönni hangjával, az jöhet az open zone voice chat szobába, nyugodtan. Oké. Okay. Nya! Egy kis áttekintés, ugye általában. Valószínűleg az este 7 óra lesz, 7 vagy este 8 óra, ezt még nem tudom, ez lesz a végleges időpontja a Dead Zone-nak. Muszáj eltolnom. Egyszerűen olyan az időbeosztásom, hogy katasztrófa. Szóval
Éjszaka dolgozom, kevesebbet dolgozom, mint az előző helyemen, viszont utazni kell, és az utazással ugyanúgy elmegy az az idő, tehát gyakorlatilag ugyanannyi időt vagyok távol. De mivel éjszaka dolgozom, azért így a pihenési szokásaim teljesen felborultak, plusz négyen lakunk egy házba, és éppen ezért a pihenni se tudok úgy normálisan, úgyhogy ezért át lesz variálva teljesen a csatorna menetrend, totálisan, muszáj. Ezen dolgozom most már több mint két hete, próbálom kitalálni, hogy hogy legyen, hogy lenne a jó. Nagyon sok minden van a kalapban. Lehetséges az is, hogy reggel is lesz stream, meg este is. Mert az a baj, hogy amikor hazajövök az éjszakából, akkor nem igazán tudok aludni még úgy hirtelen. Hát ott van egy-két óra. Az a baj, hogy az meg streamelés, ez kevés. Ha csak nem, akkor lenne egy beszélgetős műsor, amit még nem tudok. És akkor este meg, mit tudom én, lenne gameplay, vagy valami, nem tudom, még most nagyon sokat variálok rajta, hogy hogy lenne a jó. Dolgozok rajta, de hát ugyanakkor viszont ahhoz is kell idő, hogy például a vodokat megcsináljam. Most van egy lemaradásom, egy masszív lemaradásom a Dead Space 3-mal, úgyhogy azt igyekszem pótolni. Lehet, hogy még ma, ha sikerül, elég sok meló lesz vele, mert ugye elég sok, hogy fogalmazzak finoman. Szóval eléggé bugos volt a játék, és emiatt eléggé sokszor megszivatott. De a Dead Space 3-at feltöltöm, az Awaken DLC-t nem merem megígérni, mert egyszerűen nem bírom működésre bírni. Állandóan azt mondja a játék, hogy vegyem meg, azt amikor meg akarom venni, akkor már megvettem, jelszóval nem engedi megvenni, és valamiért nem kommunikál a kliens a játékkal, szóval nem mondja meg neki, hogy hülye gyerek, az már megvan, és lehetséges, hogy Originen is meg kell vennem, csak az a baj, hogy az Origines meg a Steames cucc össze fog akadni, mert ugye más a kliens. És most nem azért a 10 dollárért, csak ha nem működik, akkor nem akarok kidobni egy fillért se, semmire. Úgyhogy lehetséges még az is, hogy az Awaken DLC nem lesz végigjátszva, majd meglátjuk. Először is hozzam be a lemaradásomat, mert egyedül a Dead Zone-ból vagyok napra kész. Ugye most már lassan a No Man's Sky-okat is el kell kezdeni feltölteni, bár egy lejátszási lista van a YouTube-on, szóval meg lehet nézni, hogy legutóbb előtt meddig jutottam. De valószínűleg azt is újra fogom kezdeni, mert aztán rájöttem, hogy ott viszont meg én hibáztam elég sokat. És olyan dolgokat, hogy nem lehetett lehelyrehozni, csak rengeteg idő. És most már arra konkrétan van egy tervem, hogy haladjunk vele. Majd meglátjuk. Úgyhogy ennyi kb. Így a csatornával kapcsolatban a hírek. Próbálom úgy csinálni, hogy jó legyen. Az intróhoz még hozzá se szagoltam, mert egyszerűen annyira nincs időm, és ez az időmenedzsment, ez valami kegyetlen. Viszont, ha minden igaz, nem merem el kiabálni, de talán a jövő hónapban meg lesz a kamera upgrade. Ezt nem merem megígérni. Egyrészt idő és pénz, csak ezeken múlik, semmi másom. Próbálom úgy csinálni, hogy jó legyen, ezt is, mint mindent. Aztán majd meglátjuk, hogy hova fut ki. Egyébként már megvan a jelölt, már mindjárt rákeresek. Pillanat.
Na. Nézd már, és most ez miért? Na várja. A Bing megadta magát. És akkor csodálkoznak, hogy nem használják az emberek. Oké. Várjatok, keresek róla egy... Egy olyan kép kellene róla. Próbálok keresni egy olyan képet róla, ami jól néz ki. Oké, úgy nézem, hogy sikerült találni. Hát jó szar minőségű képek, de hát most ez van. Na, ez a Sony Alpha 6000. Hát ez jó szar minőségű ez a kép. De az a lényege, hogy ennek így ki lehet hajtani a kijelzőjét. Van benne beépített vakú, de az annyira nem érdekes. Ide föl lehet pattintani mikrofont. Van rajta HDMI kimenet, és így rá lehet dugni a gépre. Így néz ki. A gyárilag van hozzá két lencse, és lehet hozzávenni még pluszba, szóval ez mindenképpen jó, mert nekem mindenképpen olyan kell, ami cserélhető lencse, és hogy később tudjam upgrade-elni a lencsét. És van ez a teljesen fekete, láttátok, volt az a barna, ez, ott csak a foggantyúja barna, illetve van ez a grafit szürke. Ehhez a lencsének is más színe van, de teljesen jó, na így lehet kihajtani a kijelzőjét. Nekem egy a lényege, hogy az Elgato-nak a Camlinkével legyen kompatibilis, és erre mondták a legtöbben, hogy ez 100%-ig kompatibilis vele. Ugye állvány kell még, van pici állványom, meg nagy állványom, meg még nagyobb állványom, szóval azzal nem lesz gond. Azt még nem tudom, hogy most ugye a Canonomhoz vettem én annak idején Rode mikrofon, nem tudom, hogy akarok-e hozzá mikrofon még. Lehet, hogy veszek, de az is lehet, hogy a Shure. Lehet, hogy majd ez fog szolgálatot teljesíteni. Majd meglátjuk. Az az igazság, hogyha... Lehet, hogy kellene még egy Shure, meg még egy állvány. Mármint mikrofon állvány. Át kell variálnom majd a podcast szint, mert az, amit terveztem, meg a srác, amit mondott, hogy majd ráér, és majd jön, meg mit tudom én, csinálunk akkor beszélgetős műsort, gyakorlatilag sosincs ideje, mert mindig elfoglalt. Szóval azt lehetetlen megcsinálni, lehetetlen egyszerűen összeegyeztetni vele időpontot. És az igazság, hogy értem, hogy miért, mert nekem is basszus ezzel a melóval teljesen felborult az egész életemnek a menetrendje, és egyszerűen muszáj valamit kitalálni, hogy mert ez így nem. Hát basszus, azért jöttem el a régi helyemről, hogy itt több időm lesz streamelni, és ehhez képest sokkal kevesebb időm van. Pedig nem dolgozok annyit. Hivatalosan nem dolgozok annyit, hát úgy mondom, hogy papíron kevesebbet dolgozok, csak éppen a ráfordított idő
az több. Szóval ugyanott vagyok, ahol a part szakad, és még sokkal fáradtabb is vagyok. És ez így tarthatatlan állapot, szóval ezt muszáj megvariálnom valahogy. Agyalok, kitalálom, már van egy pár verzió, hogy hogy lenne jobb csinálni, az egyik ez, hogy reggel stream, este stream, csak akkor annak egy hátránya van, hogy nem tudom, hogy mennyire fogom bírni fáradtságügyileg, másrészt pedig az, hogy rosszabb az szerintem, hogy kétszer van rövid időm, mint hogyha egyszer lenne hosszabb időm. Na most, ha hozzászoktatom magam egy más alvás ciklushoz, ami idő, akkor van rá esély, hogy tudnék egy hosszabb streamet tartani naponta. Nem tudom. Egyszerűen most megy az agyalás, az ötletelés, kitalálás, hogy lenne jó, meg stb. Ilyenkor, mikor nem dolgozok, akkor elvileg tudnék késő estig nyomatni streamet. Úgyhogy lehetséges, hogy az lesz, hogy mit tudom én, ilyen dead zone után egy kis pihenés, ez az amaz, és akkor utána jövök vissza streammel. Majd meglátjuk. Multimóka 1000 éve nem volt. Ugye, Mr. Dragmesterrel mindig egyeztettünk. Rohadtul elmaradt a Playzone már nagyon régóta, nagyon meg kéne tartani, és egy hosszú adást kéne tartani, mert rengeteg a bepótolni való, és az a baj, hogy ez csak több lesz. Szóval a halogatás rohadtul nem megoldás, de egyébként az sosem megoldás, semmire. Ha csak nem tudod úgy betervezni, hogy van már egy konkrét időpont, amikor aztán mindent egyszerre be tudsz pótolni, mert akkor van értelme. Tehát az is tervezést igényel, és kivitelezést, és ugye hát tudjuk, az élet az mindig mindent fölülír, tehát most te hiába tervezel el akármit, biztos hétszentség, hogy valami közbe fog jönni, és azért sem úgy lesz, ahogy te azt eltervezted. Ez általában így szokott lenni, ilyen az élet. Ennek van előnye is, meg van hátránya is, mert nem hagy az élet ellustulni. Tehát nem hagyja, hogy beleüljél a langyos vízbe, hanem valami mindig történik, amit meg kell oldani. Na most van, aki azt mondja, hogy akkor fuck you, és kiszáll ebből a ringlispielből. Van, aki például ezt pörget föl. Vannak olyan elvetemült állatok, hogy minél több a gond, úgymond az életben, ők annál jobban pörögnek, mert mindent is meg akarnak oldani, és meg is oldanak. Ez egy rohadt jó tulajdonság, de mindenkinek eljön ez a pont az életében, mikor elfárad, és hát én most nagyon közel vagyok hozzá, de igyekszem jól csinálni a dolgokat. Nem magam miatt elsősorban, hanem miattatok, hogy végre valami normális, tervezhető tartalom legyen. Ha nem történik az, ami történt, és nem kell így új helyre jönni, meg stb., akkor már rég lenne menetrend. Mert ott éppen kezdett volna normalizálódni a helyzet, csak hát ugye mindig, az élet mindig közbeszól. Olyankor ezt meg kell oldani, nagy levegő, és megyünk tovább, és kész, és pont. Ennyi. Azzal nincs is gond, amikor saját magadat kell menedzselned. Na most, amikor eljutsz arra a pontra, hogy nem csak magadat menedzseled, hanem amiatt, hogy te mit csinálsz, attól függ egy csomó más ember, na akkor ott már nagyon észné kell lenni, és elég sokan ezt nem bírják elviselni, mert azért ez felelősség, vagy egyszerűen szarnak bele, és akkor azt csinálnak, amit akarnak, azt akkor mindenki más szív. Ezt nem lehet szebben mondani, ezek az önző emberek. De mondjuk az tény, hogy az sem megoldás,
hogy mindig mindenkinek jót teszel, és magadat sorolod hátra, és te szívsz állandóan más miatt, mert ez sem működik. Az optimális eset az az, hogy ki van balanszolva minden. Na de hát, az egy mese, az egy álomvilág, ami talán sose jön el, mert emberek vagyunk, és ahány féle ember, annyi féle hozzáállás, annyi féle viselkedés, mint a nem tudom már, szóval nem tudom, hogy fejezzem ki normálisan, behavior. Basszus, komolyan mondom, esküszöm, elfelejtek magyarul. Annyira gáz, meg annyira ciki, hogy rengeteg olyan szó van, hogy jó, tudom, le tudom fordítani, meg értem, meg minden, csak elfelejtem magyarul mondani. És rohadtul gáz. Engem legalábbis nagyon zavar. Tehát az a helyzet, hogyha tartósabban távol élsz otthontól, akkor egyszerűen ez óhatatlan, bár tudatosan rá tudod magad kényszeríteni, hogy ne így legyen. Nem tudom. Az jó lenne olyanokkal beszélni, akik nem élnek otthon. Hogy ők mit gondolnak erről. Ez egy érdekes téma lehetne. Úgyhogy mindegy. A Szászónak is egy a vége. Folyamatosan dolgozom azon, hogy a csatorna normális mederbe terelődjön újra. Úgyhogy ennyi. És közben, menet közben csinálgatom a vodokat, közben folyamatosan agyalok az új intrón, mert ahhoz is rengeteg ötletem van, csak csinálni kell. És ezzel nem is lenne gond, csak az idő. Bár mondjuk azt mondják, hogy a nap 24 órából és az éjszakából áll, ugye, mint tudjuk, tehát ez vicces, jó lenne, ha úgy lenne. De az a helyzet, hogy lehet, hogy az sem lenne elég. Sőt, igazából az embernek semmi nem lenne elég, mert mindig többet akar. Mindig sosem jó az, ami van, hanem mindig kicsit más kéne, kicsit több kéne, kicsit jobb kéne, nem sokkal, csak egy picikét, és teljesen mindegy, hogy hol vagy. Ez az emberi mértéktelenség, nem is tudom. Bár mondják, bár szokták mondani, hogy az ember, hogy is mondják, alapvetően gyarló. Nem akarom én ezt teológiára kihegyezni. Bár mondjuk azzal kapcsolatban is lehetne ám vitatkozni. Hát csak egy lehelletnyit belemenve kíváncsi lennék vallásos ember véleményére erről, hogy ugye Isten a saját képére teremté az embert. Szóval, hogyha az ember gyarló, akkor Isten is. Na jó, na mindegy. Ez csak ennyi. Ez egy felvetés. Nem vitaindító, meg semmi, csak érdekes. Ez lehetne róla beszélgetni rengeteget. Elvileg a tudomány nem ismeri el, hogy létezik ilyen entitás, de ez nem zárja ki. Mint ugye, hogy azt se tudjuk elképzelni, hogy tök egyedül vagyunk az univerzumban. Tehát egyszerűen oké, rendben van, hogy véletleneknek a milliárdjainak az összességének kell, hogy egyszerre létezzen egy időben, egy ponton, egy térben, ahhoz, hogy úgy kialakuljon az élet, ahogy nálunk kialakult. De hát elvileg a világegyetem is végtelen. Bár mondjuk azt mondják tágul, de hogyha tágul, akkor kell, hogy legyen vége. Viszont hogyha van vége, akkor meg mi van utána? Szóval ez paradoxon. Nem tudják úgy elképzelni az emberek, hogy na, van amúgy végtelen világegyetem, és még végtelenebb lesz. Tehát ez olyan, mint az, hogy mindenki egyenlő, de van, akik még egyenlőbbek. Egyszerűen paradoxon, de lehetséges az is, hogy simán csak az emberi elme felfogó képességének a
határa az, hogy nem tudjuk felfogni, mi az, hogy valami teljesen üres. Tehát, hogy se levegő, se fény, semmi, se vákum, se semmi. Tehát nincs az, hogy semmi. Az igazi semmit nem tudjuk felfogni. Az igazi semmire rá mondjuk, hogy antianyag, mert az anyag ellentéte. De ha ott van antianyag, akkor az se semmi, mert az is már valami. Szóval érdekes, Szlár András feszegette nagyon jól ezt a kérdést. Hogy is volt, hogy na mi van? Semmi. Mi ez a semmi? A semmi az nincs. Semmi az nem van. Mert ha van semmi, akkor az már valami. Valami ilyesmi. De nagyon érdekes. Ő is elvetemült, ő is kicsit túltolta szerintem a porcukrot, vagy én nem tudom, hogy mi van vele, mert az a baj, hogy jók a világnézetek, jók a meglátások, a vélemények, a tapasztalatok, stb. De amikor valaki annyira benne van egy bizonyos témában, most teljesen mindegy, akár lehet ez űrkutatás, vagy mit tudom én, a Földnek a sótartalma, vagy kémia, bármi, amiben nagyon benne van, vannak bizonyos megcáfolhatatlannak hit tények. Na de most, hogyha azt nézzük, hogy mi az az egyetemes tény, amit mindenki elfogad, vallástól, nemtől, kortól függetlenül, hogy mi az egyetlen olyan dolog, ami az emberek szerint az és kész. Például a matematika. Ugye a matematikai nyelven szinte bármit le lehet írni, akár még a zenét is. Elvileg még az emberi elmét is le lehetne írni matematikai nyelven, magyarul be lehetne digitalizálni. A digitalizálás ugye az, hogy átkonvertálunk bizonyos rendszer szerint mindent számokká. És igazából bitekké, 0-1-es. De az a baj, hogy például, mint az emberi agy, egy annyira komplex rendszer, hogy lehetetlen a mai tudás szerint. És nem tudom, az AI-t például úgy programozzák, hogy mindenféle adatot visznek bele, és gyakorlatilag az AI az egy hatalmas nagy adatbázis, amiben dolgoznak az algoritmusok, amik bizonyos szempontok alapján működnek. Tehát most mit tudom én, 90-es évek elején, vagy közepén talán, várjál, vagy a végén, már nem emlékszek, valamikor 90-es években volt ilyen, hogy a Google már akkor elkezdte programozni a saját AI-ját a keresőmotorjához. És akkor mit tudom én, a srác beírt a gépbe, hogy mutass nekem veszélyes sportokat. És akkor mutatott hegymászást, meg mit tudom én, ilyen veszélyes sportokat, és gyakorlatilag semmi más nem csinált, mint volt egy adatbázis, ahol az összes adat le volt indexelve. Tehát az, hogy amikor például egy Instagramra fölteszel egy képet, és berakod a hashtageket, hogy mit tudom én, hashtag hegy, hashtag napsütés, hashtag nyár, hashtag Veszprém, hashtag bokrok, fák, mit tudom én, család, hashtag vakáció, meg ilyenek, meg mit tudom én, hashtag 1991, most csak mondtam valamit, és akkor valaki, hogyha keres képet mondjuk, hogy 1989 és 93 között hogy nézett ki Veszprém,
mondjuk nyár elején, tavasz végén. Egy kíváncsi, mit tudom én, valami helyre, hogy ez hogy nézett ki x évvel ezelőtt, ugyanabban az időben. És akkor rákeres, és ki fogja dobni a képet, mert ott a hashtagekben benne van. Ez az indexelés. Na most, az illúzió ne legyen, mert hát ezeken az oldalakon vannak olyan algoritmusok, amiket te ugye nem látsz, hogy dolgoznak a háttérben, de ők ugyanúgy indexelik a képeket. És nem is tudom már, vagy a Google bukott le ezzel, vagy a Facebook, nem tudom, hogy valami leakelésnek köszönhetően kikerültek ezek a dolgok, és ott volt, hogy mit tudom én, volt egy felhasználó által feltöltött kép, és akkor mi minden be volt indexelve. Az, hogy a kisgyerek szőke haja van, meg kék szeme, az, hogy mit tudom én, négy tagú család, meg minden, piros autó, aszfaltút, erdő, bükkfa, meg mit tudom én, akkor, mit tudom én, szürkület, minden képi információ be volt hashtagelve, be volt indexelve, és ennek az a lényege egyébként a kereshetőség. Csak azzal együtt, hogy minél több ilyen jellemzőt adsz hozzá mondjuk egy képhez, ezzel rohadtul megnövekszik az adatbázisban elfoglalt mérete. Most mit tudom, én mondok neked egy olyat, hogy mondjuk legyen 1 megabájt egy kép, és ez a sok leírás róla, meg minden, az minimum 3-szor annyi. De ez pont azért, hogy elősegítse a kereshetőséget. Na most, amikor egy ilyen AI-nak fölteszel egy kérdést, akkor az úgy működik, hogy először is megvizsgálja a kérdést, hogy mit kérdeztél, mire vagy kíváncsi. Oké, akkor azt lebontja szempontokra. Nem tudom, bármilyen kérdést, hogyha fölteszel most, akármit, azt lebontott szempontokra, mit tudom én, milyen idő van elejében, most, Los Angelesben. Oké, akkor az már ott van szempont, most, oké, mennyi az idő, ennyi az idő, ott mennyi az idő, oké. Akkor már kapásból kétfelé választja, hogy ugyanebben az időben, ami itt van, nem tudom hány óra az eltérés, akkor milyen idő várható ott, illetve a mostani időben, amikor nem annyi az idő ott, mint itt, hogy most milyen idő van ott, akkor az sem mindegy, hogy Los Angelesnek melyik részén, belváros, külváros, stb., akkor már ugye a forgalmat is megvizsgálja, hogy milyen forgalom van ott a városban, érted, mert az is torzítja az időjárást, mi a várható, mi az elmúlt, stb. Meg mindent. Szóval adatok, és iszonyat mennyiségű adat tud csatlakozni, akár egyetlen képhez, egy fényképhez. És az nem egy nagy dolog, az csak egy fénykép. És azért kellenek a baromi gyors szerverek, és ezért nem, most nem a kép miatt, hanem emiatt a rohadt nagy adatmennyiség miatt kellenek az egyre gyorsabb hálózatok, 5G, stb. Mert valami baromi bődületes mennyiségű adattal dolgozik most már a világ, és ugye hát ez információ. Az információ adat, az adat pedig pénz. Nem kevés. Mert most, hogyha csak azt nézed, hogy mit tudom én, te föltöltesz egy képet, voltál a Veszprémi állatkertbe, haverokkal, családdal, akármi. Ugye megvan róla ez a rengeteg adat, milyen idő volt, hányan voltatok, jól éreztétek-e magatokat, mit néztetek meg pontosan Veszprémbe, hova érdemes menni, mit tudom én, ha beültetek egy étterembe, akkor arról a véleményetek, ugye már lehet értékelni most már éttermeket, mit tettetek, finom volt a kaja, milyen volt a kiszolgálás, stb. Milyen messze van onnan az állatkert, érdemes-e sétálni, vagy taxizni kell, ha taxizni kell, milyen volt a sofőr, mennyit vártatok a taxira, mennyi idő alatt vitt el, át akart-e cseszni, stb. És mindez egy képből következik, az, hogy te föltöltötted a Facebookra, hogy voltatok a családdal a Veszprémi állatkertbe, na mindegy,
És ebből a bődületes mennyiségű adatból rengeteg pénzt lehet csinálni. Ha csak annyi, hogy mit tudom én, az étterem, ahol bennültetek, az nem túl népszerű, de nektek baromi jó élményetek volt belőle, akkor az az étteremnek lehet egy jó reklám. Na de a Facebook nem fogja megkeresni az éttermet, hanem annyi csak, hogy majd amikor esetleg az étterem akar valamit a Facebooktól, most csak pont a Facebookot vettem elő, bocsánat, lehet ez bármi, Instagram, Reddit, Twitter, mit tudom én, teljesen mindegy. Szóval akkor már ott vannak csatlakozó adatok, be lehet tenni oda felhasználói értékeléseket, stb. Mit tudom én, hogyha a veszprémi polgármesterhivatal úgy dönt, hogy Veszprémnek akar csinálni egy Facebook oldalt, nem tudom egyébként, hogy van-e, akkor oda be tud kerülni az, hogy mit érdemes megnézni, hol érdemes megszállni, stb. És ezek mind pénzt érnek. Mert például lehet, hogy egy szálloda azt fogja mondani, hogy ő pénzt fizet azért, neki pénzt ér az, hogy oda fölkerüljön, hogyha valami turista megnézi Veszprémnek az oldalát, akkor ott egy hotel is jól néz ki meg minden, na akkor itt foglaljunk szállást, és már azzal már oda lesznek irányítva a vendégek. De régebben egyébként a taxisok is élelmesek voltak, mert pénzért olyanokat csináltak, hogy mit tudom én, bizonyos szórakozó helyeket ajánlottak az utasoknak, bizonyos hoteleket ajánlottak az utasoknak, oda vitték őket, stb. Mit tudom én, hát azért is beszélgettek rengeteget a taxisok is. Mert az mind információ, és ilyen apró elejtett dolgok, hogy hát most jöttem a repülőből, vel, mit tudom én, holnap kell mennem, Székesfehérvárra, de ma nem akarok lemenni, majd nézek szállást, csak még előtte elmegyek ide-oda, ó, szállást keres, oké, figyelj, én tudok egy szállodát is, az tök jó, nem drága, jó hely, blablabla, közel van a pályaudvar, onnan le tudsz menni, mit tudom én, vonattal, vagy tudsz hívni ugyanúgy taxit, tök mindegy. Szóval az információ mindenek felett. Most már az van, az információ rengeteg pénzt ér. És ezek csak az egyszerű hétköznapi dolgok. Na most gondoljatok bele abba, hogy akkor mit ér az az információ, amit akár ipari kémkedés által szereznek meg. Hát mit tudom, hogy két konkurens cég, legegyszerűbb gumigyár, Bridgestone meg a Michelin. Ki milyen keveréket dolgozott ki, milyen eljárással csinálják, stb. És rivalizálnak egymással. Nem azt mondom, hogy kémkednek egymás után. Na de hát most meddig tart egy embernek bemenni és megvenni egy gumit? Egy darabot, vagy egy szettet, teljesen mindegy. És akkor bevinni gyárba, tesztelni, stb. Összetételét megvizsgálni, stb. Ez nem minősül ipari kémkedésnek, mert konkrétan, ha te megveszel valamit, azt csinálsz, amit akarsz utána, mert megvetted. Idézőjelbe, azért ez nem teljesen igaz, hogy azt csinálsz, amit akarsz, de az már a tied, a te tulajdonod, mert megvetted. Vannak azért speciális esetek, amikor megveszel valamit, de mégse a tied. Na mindegy. Szóval ipari kémkedés által, ugye hát sajnos most itt van a háború is a szomszédba. Most képzeld el ott, hogy ott a hírszerzés, az is információ, ha az mennyi pénzt ér, hogy tudod azt, hogy mit tudom én, itt meg ott fogja átcsoportosítani az ellenfél az erejét, és oda fogja koncentrálni az erejét. És cserébe meg, mit tudom én, máshol meg nem lesz olyan erős a védelem. Szóval ennyire belemegyünk az információba. Na most az, sokan amit mondanak, hogy ó, majd lesz egy nagy áramszünet, visszamegyünk a kőkorszakba, ugye, akkor nem lesz semmi, előről kell kezdeni. Ez esélyes, hogy
be fog majd következni majd egyszer, de még szerintem ettől messze vagyunk. Én azt mondom nektek, hogy szerintem az orosz-ukrán konfliktus ennyire nem fog eszkalálódni, mert azért senki sem olyan hülye, hogy ebből világháborút csináljanak. Mindenki nagyon óvatos, mint aki tojásokon lépked. Szóval igen, lehet, hogy majd lesz, és akkor nagyon vége lesz a jó világnak, és újra föl kell fedeznünk a tüzet, meg a kereket, meg mindent, de az még jóval arrébb lesz. Ahhoz egy nagyon-nagyon nagy konfliktus kell, és az az igazság, hogy bocsánat, talán ahogy fejlődik a világ, a sok rossz dologgal talán ez a kicsi jó is vele jár, hogy felismerik azt a világ nagyhatalmai, meg a nagy vezetői az, hogy kereskedni kell, diplomáciai kapcsolatokat kell építeni, ez a jövő, ez a kulcsa a fejlődésnek, mert az az egy dolog az, ami nem állhat le, a fejlődés. Nem tudom, hogy mennyire stagnál most a föld népessége, de szerintem folyamatosan egyre többen vagyunk a földön. Most egy-egy ország nyilván, mint Magyarország is egyre jobban elöregedik, ami nem jó. Tehát ott az a valamilyen szinten a vezetők felelőssége is, hiszen nem tudom, azt mondják, hogy veszélyhelyzetben az ember nem tudom szépen mondani, jobban szaporodik, mintha biztonságban érzi magát, meg nyugodtan. Nem tudom. Az az igazság, hogy ez a köztes állapot a legrosszabb, amikor nem érzel egy biztos kiszámítható jövőt, és rengeteg dolog kell ahhoz, hogy családot tudjál alapítani, mármint hogy úgy érez, hogy na, készen állsz rá, hogy igenis fel tudod nevelni a gyereket, stb. Nem tudom. Lehetséges, hogy magadnak nem is bírod megteremteni azt az életet, amit szeretnél, de viszont azon tudsz dolgozni, hogy majd a következő generációnak az legyen. Hogy ő nekik ne kelljen végig szenvedni azt, amit idézőjelbe te végig szenvedtél. Csak innen jön a mondás, hogy a kemény idők kemény embereket szülnek. A kemény emberek jó időket hoznak, a jó idők puha embereket teremtenek, és a puha emberek pedig kemény időket hoznak. És ez egy körforgás. Nem tudom, hogy ez azzal függ-e össze, hogy az ember szeret mindent túltolni, vagy egyszerűen van egy olyan mondás is, talán az jobban igaz ide, hogy a tömeg mindig a kisebb ellenállás felé mozog. Ezt egyébként meteorológusok figyelték meg, amikor vizsgálták azt, hogy hogyan halad egy vihar. És a vihar az mindig a kisebb légnyomású levegő felé fog mozogni, mert ott van kisebb ellenállás. És ugyanilyen az ember is. Tisztelet a kivételnek. Szóval, hogyha, mit tudom én, ha van neked két lehetőséged, mondjuk szerezni egy autót, vagy az van, hogy 30 évig dolgozol kőkeményen, spórolsz, mint az állat, az, hogy neked legyen egy luxus autót, vagy egyszerűen csak annyi, hogy mit tudom én, egy másik helyen aláírod azt, hogy 3 évig dolgozol, normálisan, nem lélekszakadva, meg nem úgy, hogy belenyomorodjál, és akkor kapsz egy szolgálati autót, ami 2 év után a te tulajdonod lesz, és hogyha neked az autó a célod, akkor nyilván a könnyebbik utat fogod választani. Most ez egy nagyon hülye példa, de ez erre igaz. Vagy amikor például van egy tömegtüntetés, és mindenhol le van zárva a környék,
akkor az emberek a kisebb ellenállás felé mozognak. De ne menjünk ilyen brutális példába. Duzzasztó gát. A leggyengébb pontját fogja legelőször áttörni a víz. Szóval a tömeg mindig a kisebb ellenállás felé mozog, és nem azért, mert nem hülye, hanem azért, mert ilyen a természet rendje. Bármibe is. Most mit tudom én? Erdőtűznél például, mit tudom én? Ott, ahol rongyában áztatva az erdő, arra nem fog terjedni a tűz. Ott, ahol száraz, ott viszont nagyon gyorsan fog terjedni, és ez mindenre igaz. Szóval lehetséges, hogy ez talán jobban fedi a valóságot. Tehát az emberek alapvetően egy érdekes téma, mert hány ember annyiféle. Mind ugyanolyanok vagyunk bizonyos szinten, és mégis mind különbözőek, egyéniségek. Csak annyi féle egyéniség van, hogy igazából ezekből is következnek sémák. És arról nem is beszélve, hogy amíg egy ember viselkedik valahogy, addig egy ember tömegben viselkedik teljesen másképpen. Van egy ilyen szindróma, hogy elvisz a tömeg magával. Például volt egy érdekes ilyen kísérlet, talán még ti is láttatok belőle videót, az már mondjuk szerkesztve volt, de megcsinálták a valóságba. Ült egy ember a villamoson, reggeli tömeg, komor arcok, mindenki ment a munkába, meg stb. És az ember elkezdett nevetni. És először ugye megmosolyogták az emberek, hogy ott magában terrögcsélt az ember, de aztán ugye egyre hangosabban kezdett terrögni, és utána elkezdtek azon nevetni, hogy ő nevet. És egyszerűen egy pár megálló múlva már olyan szintre jutott, hogy már mindenki sírt a röhögéstől a villamoson. Ez az, amikor magával ránt. És minél erősebb a hullám, annál jobban magával ránt. És ugye minél jobban magával ránt, az erősíti a hullámot. És így aztán ezt lehet használni jóra is, például ilyenre, mint az ember, aki kitalálta, hogy jó kedvet csinál, meg lehet használni nagyon rosszra is. Ez már megint az, hogy például aki az influencét használja, hogy jóra használja, vagy rosszra. Most, aki rosszra használja, se lehet megkövezni teljes mértékben, mert lehet, hogy ő szerint az nem rossz. Csak nem fogja föl, hogy valójában ő önző. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok felelősségünk van az életben. Nem csak az influencereknek, minden egyes embernek. Csak van, aki leszarja. Ezek a bunkók általában, akik körülforog a világ. Az ilyen emberektől én szeretnék távol állni. Minél messzebb, annál jobb. Úgyhogy egy optimális világban odafigyelnek az emberek egymásra. Nem gyűlölködnek, hanem azt nézik, hogy tudnak segíteni a másikon, és a másik nem használja ki, hanem ugyanígy van vele. De ez egy álomvilág. Jó lenne ebben az álomvilágban élni. Az egyik kedvenc zeném az Imagine. John Lennontól. De ugyanakkor például Sir Martin Luther Kingnek a nem is Sir, mindegy, Martin, nem, G.R. Junior Martin Luther Kingnek a beszédének az első mondatát, azt ugye mindenki már unalomig ismételten hallotta, hogy I have a dream, hogy van egy álmom. Az is erről szólt,
hogy békesség legyen a világban, csak nem lehet megtenni, amíg vannak önző érdekek. De nem is biztos, hogy jó ez. Jó lenne az, hogyha minden ember egyenlő lenne? Úgy is elrontaná az ember, előbb-utóbb. Tönkretenné. Most nem azt mondom, ez nem sértegetés az emberiségre nézve, hogy most minden ember egy darab kaki, nem igaz. Csak kérdés az, hogy mi az, ami lehetne változtatni. Most mondok egy olyan dolgot, hogy egy egyszerű dolog, hogy én próbálok udvarias lenni, próbálok előzékeny lenni, próbálom normálisan csinálni a munkámat, stb. Mindent próbálok a lehető legnormálisabban csinálni. Sokkal könnyebb lenne sokszor beleszorni az egészbe. Nyilván szeretném úgy csinálni, hogy nekem jó legyen. Próbálok egyensúlyozni ezen a borotva élem. És rengetegszer esne jól, rengetegszer esne jól az, hogy amit én kaptam az élettől, azt visszaadni egy kicsit. Nem tudom, lehet, hogy a lelkemnek lenne kielégülés, meg stb. Csak ha megteszem azt, hogy én is rohadék leszek azzal, aki velem rohadék volt, és bunkó leszek, és önző, akkor semmi nem fog megkülönböztetni azoktól az emberektől, akik olyanok. És ehhez kell erő, meg ehhez kell kitartás. És ezért van az, hogy bizonyos emberekkel már nem beszélek. Egy szót se. Nem érdekel. Nem utálom én őt attól. Isten áldja meg őt. Minél nagyobb egészségben, minél nagyobb boldogságban, minél nagyobb gazdagságban, és minél távolabb tőlem. Én magamat tisztelem annyira, hogy szeretem azt a nyugalmat, amit az ő távol léte biztosít. Számomra. Szóval nem megyek oda pofonért, fölöslegesen. Minek? És ez az, amit nagyon kevesen tudnak. Nagyon, nagyon könnyű magunkat átadni a haragnak, a csalódottságnak. Na de most komolyan, te jól érzed magad akkor, hogyha mérges vagy? Te jól érzed magad, hogyha bosszankodsz? És tudom, hogy egyszerű mondani, de egyszerűen simán el kell engedni. Nem kell ezt. Gyerekkoromban még akkor ugye nem fogtam föl általános iskolába. Volt egy olyan iskola, ahol úgy jártunk, hogy összesen egy osztály járt oda, vagy talán kettő. Két emelet volt. A földszinten volt egy tornaterem, az emeleten volt egy tanterem, és ennyi volt az iskola. És ott volt egy nagyon-nagyon aranyos gondnok bácsi. És egyszer berepült egy méhecske, vagy darás, meg minden. És mondta nekem a gondnok bácsi, mi van, meg mered fogni? Hát mondom, nem, mert megcsíp. Rám néz a gondnok bácsi, azt mondja, hogy megcsíp, és akkor azzal mi van? Hát mondom, fáj. És mondom, sokáig fáj. Nem kell fájtatni. Ez volt a válasz. És akkor még én ezt nem is gondoltam. Végig nem kell fájtatni, de hát hogy nem kell fájtatni? Hát ez fáj, az, ha fájtatom, hanem nem rajtam múlik. De rajtad is múlik. Ne kell szarni, nem kell vele foglalkozni. Nem veszel róla tudomást. A szar dolgokról. Nyilván ez sem 100%-osan igaz, mert nem tudsz mindent kizárni az életedből, ami rossz. Meg ha mindent kizársz az életedből, ami rossz, akkor önkéntelenül is bezárod magad egy buborékba. És teljesen megfeledkezel azokról a rossz dolgokról, amivel jobb, ha vigyázol. És akkor fogsz nagyon belesétálni egy olyan csapdába, ami nagyon pofán fog vágni az élet. Úgyhogy ez sem teljesen igaz, de attól függetlenül egy jó tanács volt. A szar dolgokat el kell engedni. Meg kell nézni azt, hogy mit tudsz belőle profitálni, hogy mi az a, ha csak egy 10%-át tudod
hasznosra fordítani, vagy jóra fordítani a saját életedben, akkor meg kell tenni. Mert azzal is több leszel. Mit tudom én? Például tapasztalat. Nem nyúlok többet a tűzbe, mert már egyszer megégettem magam. Hülye gyerek, hát persze nyilván fájt, meg rohadtul nem volt kellemes, de megtanultam, hogy többet nem nyúlok bele a tűzbe. Meg nem fogom meg a parazsat. Tehát ebbe a szar dologba is, hogy összeégettem a kezemet, ebbe is megvan a jó, hogy tudom, hogy többet nem csinálom. És direkt mondok ilyen egyszerű, ilyen nagyon hülye példát, mert ezzel a legkönnyebb illusztrálni, meg így a legkönnyebb megérteni. Én szeretem azt egyébként, hogyha érthető vagyok. És rengetegszer mondom azt is, hogy nekem úgy magyarázza el valamit, mint hogy hülye gyereknek beszélnél, mert mondom, akkor biztos, hogy meg fogom érteni. Aztán persze nyilván, amiben már van tapasztalat, meg ismerettség, az könnyebben megérti az ember, de amikor valami teljesen idegen dolgot magyaráznak el, ami eddig teljesen kimaradt az életedből, akkor azért jó esik, hogyha úgy magyarázzák el, mint hogyha totál síkhülye lennél, hiszen az vagy, mert abszolút nem tudod az adott témában, hogy az mi fán terem. Csak ugye ez az, amire rohadtul szükség lenne a világba. Kis egymásra figyelés, kis tolerancia, kis türelem, stb. Nekem megvan most az, hogy a játékokban néha anyácok, meg menjél már, meg stb. Meg minden, az egyrészt poén. Másrészt meg néha azért jó kiadni magadból a feszkót. Utána lenyugszol. Jól esik. Jó, mit tudom én, kiültözött magad, estére nincs hangod, le van szarva, akkor jó eset, kész, pont. Hát, abból is megtanulod, legközelebb nem üvöltözöl, hülye gyerek. Ennyi. Mert másnap nem tudsz beszélni. Szóval, ilyenek ezek a dolgok. Türelem, egymásra figyelés. Az a baj, hogy ezekre az emberi dolgok, ez olyan, mint egy lerágott csont, amikor ilyen dolgokról beszélek, de valahol az is benne van, hogy nem lehet elégszer mondani. Mert jó, nyilván, aki már 5 milliószor hallotta, annak már a könyökén jön ki. Ez tény. Csak attól függetlenül, hogy valakinek a könyökén jön ki, még lehet, hogy leszarja. Szóval én azt mondom, hogy egyébként kulcsfontosságú az, hogy beszélgessünk egymással, hogy meghallgassuk egymást, és hogyha nem értünk egymással egyet, vagy nem értünk egyet azzal, amit valaki csinál, vagy mond, akkor nem mindjárt torkának ugrani, megtaposni, hogy te szerencsétlen, hülye, meg stb., hanem esetlegesen normálisan elmondani mi véleményünket, és hogyha szerencsénk van, akkor az, akivel beszélgettünk, aki megosztotta velünk úgymond az információt a saját életéből, akkor az nem olyan bunkó, hogy leszarja a miénket. És türelmes beszélgetésekből rengeteg jó dolog születik. Van egy-két olyan elvetemült idióta, akik a saját idiotizmusokból is jót tudnak csinálni. Nem biztos, hogy ez a megfelelő szó. Inkább azt mondanám, hogy az igazán komoly arcok a világban, akik valami iszonyat jót csináltak a világban, azoknak mindegyiknek van valami kis tikje, szóval egyik se 100%-os. Csak hát, kik vagyunk mi, hogy megítéljünk mást? És akkor megint az, hogy nézőpont kérdés, hogy kinek mi a jó, kinek mi a rossz, stb. Na, pontosan ezért kell leülni egymással, néha beszélgetni, kicsit megismerni egymás szempontjait, türelemmel, megértéssel, és kurvára nem azzal, hogy hát ez hülye. Most azért, az meg a világ legnagyobb baromsága, hogy az egyik hülye azért, mert erre szavazott, a másik meg azért hülye, mert arra szavazott.
ez egy baromság. Le kell ülni, és meg kell beszélni, ha érdekel az ember annyira, hogy megértsed, hogy ő milyen, és vajon miért hozott olyan döntést, amilyet hozott. Csak az a baj, hogy sokkal könnyebb egymásnak puszítani az embereket, mint arra sarkalni, hogy legyen összefogás. Hosszú távon minden nemzedék sokkal erősebb, hogyha együtt tud mozogni, együtt tud dönteni, együtt tud harcolni a célokért. Talán érdemes lenne ezt megfontolni. Jó elmentünk basszus a beszélgetésbe. Vagy legalábbis jó elmentem a témával. Azt a... Atya úristen! Észre se vettem, hogy így elment az idő. Jézusom! Jó, el tudom pofázni a hülyeséggel az időt. Hülyeséggel. Hát remélem, hogy nem volt hülyeség. Srácok! Szerintem jövök vissza a No Man's Sky-jal egy kicsit később. Lehet, hogy újra kéne kezdeni. Még nem jutottunk túl messzire a történetbe. Majd meglátjuk. Majd kitalálom. Anya kedvéért, bár ő most nincs itt. Van újra Sound Alerts. Nagyon kemény megkötésekkel, de van. És működik. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki beugrott ide. Hát Voice-ban nem nagyon voltatok. Tehát, Isekavics, ez van. Semmi gond, én most már kiléptem a Voice-ból. Úgyhogy nem tudom még, hogy most mi lesz itthon, mert most jelenleg senki nincs itthon. De én nekem meg muszáj reggeliznem, úgyhogy eszek valamit, aztán később jövök vissza. Egyelőre No Man's Sky a terv. Aztán majd meglátjuk. Majd megpróbáljuk kicsit kapkodósra venni a figurát. Úgyhogy ennyi. Na, addig is. Szevasztok! A pók!